Gyakorlatilag minden, amit lát, az közösségi alakozásba jött létre. Tehát hogy úgy, hogy konkrétan mondta, hogy figyelj, van két asztalom, oké, tök jó, elhozzuk, figyelj, van nem használt iroda, szekrényem elhoztuk. Itt az emberek egyébként a fizetésüket akkor miből kapják? Akiket látnak, azok döntő többségükben önkéntes munkát végeznek. Többnyire ez általában így van mostanában. Igen. Tehát nem a kispártokról beszél, vagy tehát, én sem kapok fizetést azért, mert itt dolgozom. Igen. Azért csodálkoztam is egyébként, hogy hogy tud megélni. Én is. De nem, jó, ez nem. De majd beszéltünk erről is szívesen, persze. Nem, mert amikor én ezt asszal meghirdettem, akkor én fölmértem nagyjából, hogy milyen tartalékaim vannak, mit tudok csinálni. És azt mondom, hogy most még úgy tartom, hogy valószínűleg december végéig tehát én megélek abból a pénzből, amit korábban tudtam összeszedni. A januártól kezdődő időszak az kérdéses, mert valamit most már muszáj lenne elkezdenem úgy dolgozni, hogy fizetnek is értem. Mert dolgozni, most is az nincsen probléma, csak azért nem kapok pénzt. Jó lenne most olyan munkát is majd végezni, amiért lehet pénzt is keresni. Hát akkor térjünk vissza a Slime-hez, kezdjed, Dávid. Neked van egy csomó mondani való. Az én meglátásom szerint nem is az igazán érdekes információ, hogy kitől kapott a Slime pénzt. Tehát amennyire én tudom, Bitó László kifejezetten Fidesz ellenes személy, ez pedig teljes átfedést képez a Slime-mel, a Slime-nek a gondolkodásával. Ugye az a fő oka többek között a csatorna létrejöttének, hogy összetudjanak szedni egy olyan erőt, amely által képes lett az ország leváltani az Orbán kormányt. Na most így a célok nyilvánvalóan egyeznek, így nem nagyon hiszem, hogy ennek a pénzügyi behatásnak köszönhetően bármit is változna a Slime-nak az irányultsága, esetlegesen ezzel árulva el a hallgatókat, nézőket. De ha elárulni nem is, de átverni, biztosan átverik őket. Én úgy gondolom, hogy ezt a témát két szempontból lenne érdemes elsősorban vizsgálni. Az egyik szempont nyilván az, hogy mennyire lehet hiteles a Slime azok után, hogy a nézők szemébe hazudva és a képükbe köpve pénzt kunyerált tőlük, miközben a háttérből ott csöpögnek a milliók Paprika King és Gulyás Márton zsebébe. Másik szempont pedig azzal kapcsolatos, hogy vajon tényleg elvihet-e egy ilyen nívójú oldalfuttatása ilyen horribilis összeget. Most nyilván nem a legfairebb dolog másnak a zsebében kutakodni, és alapesetben nem is tenném ezt, de ha tényleg milliókat kaptak, akkor legalább Mártonék annyit a nézők órára köthettek volna, hogy hé, amúgy kapjuk a milliókat Bitó bácsitól, de nekünk nem elég ennyi lóvé, mert még kell erre meg arra. Mondjuk akkor is furcsán néznék, de ebben az esetben talán el tudnám fogadni, hogy kell még az a pénz. Viszont elég alaposan utána néztem ennek a csatornának. Az utolsó kb. 20 videójukat átpörgettem, és a trianoni videósorozatokat leszámítva, gyakorlatilag az összesnek a produkció színvonala az nagyon standard és nagyon átlagos volt. A legtöbb felvételen igazából csak annyi van, hogy Kinga vagy Márton áll a kamera előtt és beszél 10-15 percen keresztül. Ezek után pedig, ha ránézek erre a nyilvános költségvetéssel kapcsolatos képre, teljes mértékben értetlenkedve állok előtte. Ami igazán szemet szúr nekem, az a $4000, ami elmegy a különböző stábtagokra, tehát operatőrre, asszisztensre, gyártásvezetőre, vágóra, meg még ki tudja, hogy mire. Rengeteg csatorna van, ami azért sokkal több kontentet gyárt, mint ők, meg mondjuk adott esetben tartalmasabb kontentet, meg sokkal több érdekes vágással, meg grafikus elemekkel, mégis töredék annyi pénzből készülnek. Én nem tudom elhinni, hogy erre kellene $4000, meg hogy egyáltalán ilyen kvalitású, vagy ilyen munkakörben kellene itt embereket alkalmazni, mert itt nagyon nem kell szerintem például a grafikával foglalkozni. Néha-néha van egy jó előnézeti képe egy-egy videónak, meg néha-néha egy-egy érdekesebb grafikus elem be van vágva, de az is általában olyan, ami az előző, vagy az azt megelőző videóból lett átmentve. Tehát nem igazán tudom, hogy ez a $4000, az valójában hova tűnik. A másik pedig az, hogy Gulyás Márton ugye most részt vett Péterfi Juditnak a Privát Szféra című műsorában, és ott elég erőteljesen kihangsúlyozta, hogy a nézőkön kívül mástól nem kapnak segítséget, semmilyen anyagi támogatást, és ugyanezt mondta az 5 hónappal ezelőtti videójában, ami egyébként elég kattintás hajhász videó volt, azzal a címmel, hogy a Slime meg fog szűnni, aztán utána azt mondta, hogy csak akkor fog megszűnni nyilván, hogyha mi nem támogatjuk őket, és ott elmondta, hogy mástól nem kapnak semmilyen támogatást, de közben meg valójában ez nincs így. Jó, azért annyit tisztázzunk a Paprika Kinga meg a Gulyás Márton kapcsán, hogy azt nem tudjuk, hogy a pénz az az ő zsebükbe megye konkrétan. Tehát most mi csak annyit látunk kívülről, vagy annyi derült ki pillanatnyilag számunkra, hogy van a Slime nevű
videóblog, amit körülbelül, hogy mondjam, piaci alapon havi 100-200 ezer forintért el lehetne készíteni, de hát ebbe önkéntesek dolgoznak javarészt, tehát kicsit furcsa is lenne akár még ennyi pénz is, és ez a videóblog egyrészt komoly összegeket kap adománygyűjtésből, másrészt meg, mint kiderült, komoly összegeket kap külső támogatótól, hogy aztán ez pontosan hova kerül, magáncélra hasznosul, közös országmozgalom más területein hasznosul, ami egyébként akár egy legitim dolog is lehet, vagy akármi más történik, nem tudunk, nem látjuk, hiszen a Schleimnek a működése nem transzparens, nem átlátható. Azért is kell erről beszélnünk, mert az előző adásban elhangzott egy olyan állítás a részünkről, mely szerint a nagyvonalú donor, aki a Schleimet finanszírozza, az maga Soros György. Ez pedig, mint kiderült, hát nem igaz. Tévedtünk, hazudtunk, azt gondolom, hogy mindenfajta rossz indulat, meg szándékoltság nélkül, viszont ezt a tévedést a Fidesznek a propagandagépezete kegyetlen precizitással kihasználta, és az adás után már egy-két órával az Origó címlapján virított, hogy Gulyás Marcit meg Paprika Kingát Soros György támogatja, miközben azért nem egészen erről beszéltünk a rádióadásba, illetve hát valójában nem sok mindent tudunk a pénznek a pontos hasznosulásáról. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy ki finanszírozza a Schleimet, a Soros György vagy Bitó László. Nekem volt egy értesülésem arra vonatkozóan, hogy Soros György pénzeli méghozzá 20 millió forinttal, amelyet egy másik 20 millió forinttal egy másik milliárdos egészít ki, így érik el a 40 millió forintos éves költségvetésüket, amely úgy tűnik, hogy nem fedezi a videók elkészítését, hiszen emellé még közösségi finanszírozást kalkulálnak, tehát hogy ők még emellé a felhasználóiktól kéregetnek forrásokat, bevételt, ami az én szememben hát legalábbis problémás. Azóta kiderült, hogy ez az illető, ez nem Soros György, hanem Bitó László, hogy Vágó Gábor szavaival éljek, Bitó László a szegény ember Soros Györgye. Úgy tűnik, hogy akinek nincsen hozzáférése a Soros forrásokhoz, az a Bitó forrásokból gazdálkodik. Amivel egyébként a világon semmi gond nincsen, hogyha valaki támogatást szerez a saját projektjéhez. Főleg nincsen semmi probléma, hogyha a projektjét nem a támogató szája íze szerint, hanem a saját ízlése, meg a saját igazságérzete mentén készíti. Tehát, hogy ezzel a világon semmi gond nincsen. Nekem csak azzal van problémám, hogy jó lenne, hogyha Gulyás Márton és Paprika Kinga választanának egy finanszírozási formát, és akkor azzal élnének. Legyen ez a finanszírozás mondjuk a milliárdosok zsebében való avászkodás, és a milliárdosoktól való gazdasági függés, de ebben az esetben, hogyha milliárdosok 10 milliókkal támogatják az ő munkájukat évente, akkor ne kolduljanak a saját felhasználóiktól. Ne szívják el a forrásokat más civil ügyek elől, miközben ők 10 milliókat kapnak milliárdosoknak a támogatása révén. Szóval én nekem összesen ez volt a problémám. Aztán természetesen én lettem a Soros Györggyel és gyík emberekkel riogató habonyügynök. Hiszen ha valaki Soros Györgynek a nevét szájára veszi, az értelemszerűen habonyügynök. És hogyha valaki habonynak a nevét szájára veszi, az meg értelemszerűen Soros ügynök. Ugye? Itt a két háttérhatalom viaskodik egymással, és az előtérben a kétféle háttérhatalom megszemélyesítő milliárdosokra való hivatkozás, az egy fajta identitásválasztást képez. Szerintem egyébként abban egyáltalán nincsen igazad, hogy választani kell a két finanszírozási forma között. Szerintem a két finanszírozási forma az bőséggel megfél egymás mellett. Nincsen gond, értelemszerűen vannak az embernek nagyobb támogatói, meg kisebb támogatói, hogyha így tud elkészülni a projekt, szerintem teljesen rendben van. Viszont
a közösségi támogatási forma szerintem egyetlen dolgot mindenféleképpen megkövetel. Azt követeli meg, hogy transzparens legyen a működés. És amikor azt mondja a Gulyás Márton, hogy neki havi 6000 dollár kell ahhoz, hogy működtessék a videócsatornájukat, ami egyébként egy szerintem ilyen elég irreálisan, nem szerintem, hát csinálunk videókat, csinálunk grafikus videókat, hát írtózatosan nagy összeg 6000 dollár, írtózatosan nagy összeg havi 6000 dollárból ezt készíteni, de rendben van, ő azt mondta, hogy 6000 dollár, a támogatók elfogadták. Láttam olyan bejelentését a Schleimnek, amikor közölte, hogy már 5000 dollárnál tartunk, már csak 1000 dollár srácok, és mindjárt össze fog jönni a 6000 dollárra a felajánlásokból, a támogatásokból. Tehát bejelentik, hogy megvan az 5000 dollár, de arról nem szólnak, hogy jött hirtelen 50000. Tehát azt elmondják, hogy az 5000 dollár az itt van, és most már nagyon közel vagyunk a 6000-hez, de az 50000, vagy a 100000 dollár, vagy a 25000 dollár, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, arról nincsen bejelentés. Illetve, ami hát kifejezetten problémás, hogyha ma is rámegyünk a Schleimnek a Facebook oldalára, akkor a kiemelt hirdetés, ami ott virít a Facebook oldal elején, úgy kezdődik, hogy megszűnik a Schleim, ha nem szedünk össze elegendő pénzt ahhoz, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkánkat. Tehát miközben van milliárdos támogató, miközben láthatóan a közösségi finanszírozás is működik, eközben azzal riogatnak, hogy megszűnik a Schleim, mert már mindjárt elfogy a pénz, jaj, gyertek, segítsetek, illetve miközben mindez történik, eközben azt látjuk, hogy a Schleimben szerintem a feleses videók, a Gulyás Marci féle videók, azok színvonalas videók. Tehát egyrészt sok munka van bennük, akár intellektuális értelemben is sok dolog össze van szedve, akár igényesek olyan értelemben, hogy jó grafikai megoldások vannak, a Gulyás, meg egyébként számomra meglepő módon a Paprika Kinga, bár irritáló stílusban, de jól adja elő, amit elő akar adni, tehát hogy azzal igazából nincsen probléma, de ilyen videóból, ami 15-20 perc, hetente van egy. És ezen kívül meg ilyen idénytelen beszélgetős videók, amikhez aztán tényleg csak egy webkamera kell, hát annyi technikai, meg tudás, meg technikai háttér, ami kb. Minden háztartásban fellelhető. És azért erre elszedni, tehát heti, egy-két, 15-20 perces viszonylag minőségi videóra 6000 dollárt, az egy elképesztően nagy szám. Ha a Schleim az tényleg 30 millióból készül, vagy 40 millióból, vagy 20 millióból éves szinten, akkor én egyébként tényleg azt gondolom, hogy a közmédiának a 80 milliárdja, amiből 5 csatornát üzemeltetnek, 1000féle jogot vesznek, az egy akciós ajánlat. Tehát akkor ha a Schleimre, egy YouTube csatornára heti 20-30 percre el kell éves szinten költeni 40 milliót, akkor az az igazság, hogy ha ez rendben van, akkor az egész fideszes közmédiás gazdálkodással szemben felül kell vizsgálnunk a szempontjainkat, vagy nem kell felülvizsgálnunk a szempontjainkat, nem kell felülvizsgálnunk azt a véleményünket, hogy egy borzalmasan pazarló rendszer, ahol gátlástalanul szivattyúzzák ki a közpénzt, de viszont akkor el kell mondani, hogy ha a Schleim készítői, vagy az az attitűd, ami a Schleimet működteti, egyszer a közmédia közelébe jut, akkor senki ne számoljon egyetlen forint megtakarítással se, egyetlen forinttal olcsó közmédiával se, csak azzal számoljon, hogy ez a dolog ez csak drágább, drágább és drágább lesz. Nem, tényleg nem értünk egyet. Milliárdos donorokkal a hátuk mögött, 10 milliókkal a költségvetésükben, ne kolduljanak. Ne álljanak ki az utcasarokra koldulni, ne üljenek le a hajléktalan mellé, és szedjék el az apró pénzt tőle, ha szabad kérnem. Nem. Vagy a bitószalomban a milliárdos forrásoknak a megszerzésén dolgozunk, vagy pedig ezt a finanszírozást elutasítjuk, és kiállunk az utcasarokra, és koldulunk, és zsaroljuk a felhasználóinkat, hogy mindjárt megszűnik a Schleim, hogyha nem támogattok. Ez mind a kettőt meg lehet tenni, de a kettő együtt az én szememben nem elfogadható. Egy nagyon súlyos civilizációs probléma, azt gondolom. Tényleg. Tehát
milliárdos támogatókkal koldulni, pénzt tarhálni felhasználóktól, olyanoktól, akik szegényebbek, az esetek többségében nem kevéssel szegényebbek, meg nem kevéssel kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint ők. Szóval, hogy mondjam, ez nem fér bele. Ez semmilyen módon nem fér bele, és ez nem politikai kérdés. Ennek semmi jelentősége nincsen, hogy itt most ebben a videoblogban jobboldali tartalom, vagy baloldali tartalom, vagy jobb közép, vagy bal közép, vagy szélső bal, vagy szélső közép. Engem ez a dolog ilyen szempontból egyáltalán nem érdekel. Nem érdekel, hogy miért fizet akár Soros György, akár Bitó László. Nem érdekel, hogy mi a megállapodás. Arról van szó, hogyha egy milliárdosnak a 10 millióiból készül egy videósorozat, akkor az a videósorozat ne tarháljon pénzt az utcasarkon, vagy az aluljáróban úgy, ahogy a hajléktalanok teszik. Én valamilyen szinten mindkettőtöknek az álláspontjával tudok azonosulni. Tehát alapesetben, hogyha ilyen rohadt sok pénzt, tehát több millió forintot kapnak, ebben az esetben szerintem se indokolt az, hogy még emellett pénzt is kérjenek a nézőktől. Viszont abban az esetben talán az elfogadható lenne, hogyha mondjuk Bitó László egy sokkal csekélyebb összeget adott volna nekik. Tehát mondjuk nem több 10 milliót, hanem mondjuk 1 vagy 2 milliót. Tehát akkor megérteném, hogyha nézőktől koldulnának, de így ez eléggé nagy fasságnak tartom. Egyébként szerintem nem csak emiatt járt el a slime megkérdőjelezhetően a nézőkkel, a hallgatókkal szemben, hanem azért is, mert volt kb. Olyan fél évvel ezelőtt egy videójuk, ahonnan egyébként az a költségvetéses kép származik, és abban azt mondta Márton, hogy nagyon sok támogatásra van szükség, ugye ott fejtette ki először, ha jól emlékszem, ezt a 6000 dolláros dolgot, és azt mondta, hogy ez ahhoz kell, hogy nem tudom milyen magas színvonalon tudják a videókat megcsinálni, ilyen-olyan grafikus elemekkel teletűzdelve, amely egyébként benne volt abban a videóban, tehát az a videó nagyon durván meg lett csinálva, és azt mondta, hogy ha összejön ez a támogatás a nézők részéről, akkor egy külön szekció mellett, amit Partizánnak hívnak, és egyébként el is indult a csatornán belül, azon kívül elindítanak egy külföldi nyelvű csatornát is. Na most az egyik dolog az, hogy miután az a videó lement, az azt követő videók közül kb. Egyik se lett elkészítve ugyanilyen színvonalon. A másik dolog pedig az, hogy én nem tudok arról, hogy ez a külföldi csatorna valamikor is elindult volna. Tehát akkor most felmerül bennem a kérdés, hogy hova is ment el az a rengeteg pénz. Jó, nézzétek, egyrészt mindenképpen nagyon furi a slime-nek az ilyen típusú működése, másrészt meg azért nem mondjuk már, hogy egy projektet, amit egyszer mondjuk egy milliárdos megdob pár tízmillióval, azt utána többet közösség ne finanszírozza. Szerintem az embereket, meg különösen ne jöjjünk ezekkel az ilyen szörnyű demagógiákkal, hogy a koldustól kunyerál a Gulyás Márton, mert akik a slejmet támogatják, azok nem koldusok, azok... Nem ezt mondtam, hogy a koldustól kunyerál. Én azt mondtam, hogy a koldus mellé leül, és minden második forintot a koldus kapja, minden második forintot meg a Gulyás Márton. Én ezt mondtam. Jó, de én szerintem meg az emberek, azok hadd döntsék el, hogy kinek adnak. És hogyha ők azt gondolják, hogy ők a Bitó László mellett szeretnék a maguk eszközeivel támogatni a slime-et, az teljesen rendben van. Egyetlen egy dolog az, ami számon kérhető. És ez nem csak a Gulyás Mártonon, hanem bárkin, aki közadakozással vagy közpénzzel foglalkozik, az, hogy átlátható legyen. Átlátható. Csak ennyi, hogy így lehessen azt mondani, hogy hogyha azt mondja, hogy én erre kérem a pénzt, akkor utána lehessen látni, hogy ezt ő hogyan használja fel. Itt szerintem egyébként a mély korruptsága az egész történetnek abban érhető tetten, amikor bejön a pénz, készítik belőle a műsort, nem számolnak el, és ezentúl még csak nem is arra költik, amire kapták, elsősorban arra költik, de másodszorban, ugye mire használja a Paprika Kinga, hogy vele szemben egy ilyen személyes vendettát levezényeljen. Szerintem egyébként ez a pillanat, amikor így mutatja, hogy így a közadomány elveszti a közadomány jellegét, és egész egyszerűen egy eszközé, egy szerszámmá válik
a Paprika King a kezébe, amivel persze szeletelheti a NERT, meg szeletelheti a Puzsért. És ő azt gondolja, hogy hát persze egy kicsit szeletelem a NERT, és hát a Puzsér az egy csomószor megbántott, egy kicsit szeletelem ő is, hiszen ez az egész infrastruktúra, ez az egész csapat, aki itt van mögöttem, alapvetően hát két dolgot szolgál, Orbán Viktor leváltását és az én személyes bosszú hadjáratomat. És szerintem ez az, ami már viszont iszonyatosan problémás, mert a transzparenciával kapcsolatban is azt el lehet mondani Magyarországon, hogy iszonyú mély az irigység, iszonyú mély az embereknek a másik zsebében való turkálás, a szociális úszítás, és én el tudom képzelni, hogy ha kifizetnek, tudom én, mondjuk 200 ezer forintot egy szövegírónak, akkor egész egyszerűen azért nem merik nyilvánosságra hozni, mert félnek a néparaktól, hogy 200 ezer forintot, tudom én, azért, mert a csávó leírt 4x15 vagy 4x20 percnyi anyagot, miközben persze lehet, hogy amögött hetek munkája van, hogy ő azt összeszedte. Tehát még ezt is értem, hogy a félelmet ettől a dologtól. És de ha van félelem, ha nincs, ha közpénzt használunk, ha közoklakozást használunk, ezen a félelmen túl kell lépni. Amit viszont szerintem nem lehet elkövetni azt, hogy ezt a fegyvert, ezt az eszközt magáncélra használjuk ilyen módon, mint ahogy a Paprika Kinga tette. Hát látod, engem meg ez zavar a legkevésbé. Az, hogy a Paprika Kinga megszólít engem abban a videóban, az, hogy a Paprika Kinga az a Beárazott Nemzettudat című magyar nemzetcikre reagál, hogy azzal kvázi azzal vitatkozva készíti el a saját állásfoglalását, az, hogy egy kicsit csúsztat, meg egy kicsit hazudik. Kicsit. Hát könyörgöm, nincsen, jó, igen, könyörgöm, nincs igaza. Így kurva nehéz érvelni, hogy valakinek nincs igaza. Értelemszerűen szükség van egy kis csúsztatásra ilyenkor, szükség van egy kis hazugságra ilyenkor, hogy az ember maga felé billentse a közvéleményt. Szóval, hogy én ezzel is úgy vagyok, hogy ez a dologgal együtt jár. Figyelj, én a köznyilvánosságban évtizedes viszonylatban vitatkozom, mindennapos a csúsztatás, mindennapos a szándékos félreértés, mindennapos a kiforgatás annak, amit az ember mond. Azt gondolom, hogy ez a vitának egy módja, sajnos egy nagyon alávaló, nagyon hitvány módja, ami itthon elterjed, de hát sajnos a vitának ez a módja. Na most az a tény, hogy a Paprika Kinga a Bitó Lászlónak a pénzéből velem vitatkozik, és közben hát csúsztat, meg közben kicsit hazudik. Ez úgy gondolom, hogy ez a közbeszédnek a módja Magyarországon sajnos. Én azt mondom, hogy ezzel a világon semmi baj nincs. Nekem tényleg ezzel semmi baj nincs. Sőt, már tulajdonképpen másnap egy válaszvideót készítettem arra, azokra a csúsztatásokra vonatkozóan, meg azokra a szándékos félreértésekre vonatkozóan, amelyekkel a Paprika Kinga élte ebben a feles videóban. Szóval nekem tényleg nem ez a problémám, és nekem ezzel az egésszel semmi problémám nem volt. Addig a pillanatig, amíg meg nem tudtam, hogy 40 millió az éves költségvetés a Schleimnek, amit ők milliárdosoktól szednek be, amit az ő számukra milliárdosok biztosítanak, és amellyel párhuzamosan ők, miután a költségvetésük már megvan, már rendelkezésre áll, folyamatosan továbbra is tarhálnak a saját felhasználóiktól úgy, hogy legyetek média cézárok. Ugye? Úgy, hogy legyetek média cézárok. Tehát ez most itt nem egy koldulás, itt most nem kurva az aluljáróban vagy. Nem az aluljáróban vagytok, nem arról van szó, hogy én itt most tarhálok tőled pénzt, mert különben meg fogok szűnni, hanem arról van szó, hogy én most fölkínálok neked egy lehetőséget. Fölkínálom neked, hogy te média cézár lehetsz. Légy média cézár, és én ezt lehetővé teszem neked azzal, hogy az átutalásodat elteszem. Ezáltal te média cézár leszel. Ilyen könnyen még sose lettél császár. Ugye? Csak Paprika Kingának kellett fizetni érte. Na, nekem ez itt a probléma. És ez az én szememben nagyon-nagyon hasonló probléma, mint amilyen problémám a Hajdú Péterrel volt. Az én szememben ez nagyon-nagyon hasonló probléma. Ez egy alapvetően civilizációs probléma. Civilizációs probléma, hogyha valaki nyomorult, szerencsétlen, mondjuk beteg, vagy mozgássérült,
akkor azt az illetőt nem mutogatjuk a tévében, és nem gyártunk show műsort arról, hogy ő mennyire nyomorult, és hogy nincsen pénze, és hogy nincsen biztosítva a megélhetése, és a nyomorát nem fogjuk kiexportálni otthonok százezreibe. Pontosan ugyanígy, hogyha a finanszírozásunkat milliárdosoknak a barátságára és jóindulatára alapozzuk, és ezáltal a mi költségvetésünket kitermeljük, akkor a továbbiakban ne kolduljunk nálunk szegényebb emberektől pénzt, arra hivatkozva, hogy meg fogunk szűnni, ha nem adnak. Szóval, hogy itt van egy nagyon-nagyon súlyos, alapvetően kulturális probléma. És természetesen, amikor én ezt szóvá tettem, ezt a kulturális problémát, megfejelve egy tévedéssel, a Bitó Lászlót Soros Györgynek nézve, rögtön az egész diskurzus az Orbán-Soros tengelyre lett felfeszítve. Ugye ez a világ nagy törésvonala, vagy Orbán, vagy Soros, és értelemszerűen Tuzsér, aki azt mondta, hogy Soros György finanszírozza a Schleimet, pedig hát nem, hiszen Bitó László, micsoda aljas hazugság, ezáltal értelemszerűen a nagy magyar polgárháborús narratívába az Orbán-Soros tengelyre kerültem fel, és hát értelemszerűen Orbán Viktor szekerét tolom. Szemben és ellentétben a demokratikus ellenzékkel, és ugye mi lehetne erre a nagyobb és hívebb bizonyíték, mint az, hogy az Origó Puzsérra hivatkozva közli cikkét. Robi, és azt lehet egyébként tudni, hogy a Schleim mikor jutott ehhez a pénzhez? Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban kapták ezt a pénzt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az éves költségvetés 40 millió forint, ez azt jelenti, hogy ezt most ők egy évre megkapják, és aztán majd a következő évre újra elbírálják, hogy megkapják-e. Nem gondolom, hogy ők ezt most a következő 5 évre biztosították maguknak, de hogy egy évre most ez a 40 milliójuk megvan, ez ténykérdés. Tehát ez az állításunk. Amely állítás nem tévedés. Ez nem a tévedés utca. Ez nem a Bitó László nem egyenlő Soros György utca. Ez a ténykérdés utca. Jó, szerintem inkább maradjunk abban, hogy most mi ténykérdés, mi nem ténykérdés, nem látunk bele, nem tudjuk, hogy mi történt, nincsenek banki átutalásaink, vannak neked olyan ismerőseid, akik erről tényként beszélnek. Egy biztos, hogy azt felajánljuk, hogy amennyiben a Schleim nyilvánosságra hozza a gazdálkodását, transzparenssé teszi a maga működését, épp úgy, ahogy ő azt elvárja például a kormányzattól, és olyat tapasztalunk, ami tévedés volt a részünkről, rossz információ, félinformáció, mert könyörgöm, azért azt is értsük meg, hogy nagyon nehéz valamiről úgy beszélni, hogy elzárják az embert az információktól. És itt ez történt. Tehát nem az történik, hogy valami fenn van egy honlapon, felmegyünk, és mi azt tudatosan elferdítjük, hanem az történik, hogyha a 40 millió, ne adj Isten, 30, vagy 20, vagy 50, vagy 60, hanem az történik, hogy nem lehet tudni, viszont vannak olyan információk, amiket meg hát azért érdemes megosztani a közvéleménnyel talán, mert hozzátartozik a közéletünknek, a mindennapjainknak a korrektségéhez, meg tisztaságához, hogy ezekben az ügyekben igazságot, átláthatóságot teremtsünk. Tehát, hogyha bármi olyan dolog történik, azt mondja a Gulyás Marci, hogy itt van ez az Excel tábla, nézzétek át, ennyit költöttünk kávéra, ennyit költöttünk, nem is tudom, marcipánra, és ez a pénz, ez épp hogy kijöttünk ebből, akkor el fogjuk mondani, hogy marcipára meg kávéra ennyi ment el, itt értelemszerűen senkinek nem ment a zsebébe egyetlen fillér se, és adott esetben elmondjuk, hogy minden rendben van, adott esetben elmondjuk, hogy tévedtünk, de azt azért ne kérje rajtunk senki számon, hogy mi vagyunk az adóhatóság. Nem vagyunk az adóhatóság. Információink vannak, amiknek a megbízhatóságát azáltal teszteljük, hogy az éterben elmondjuk, amit hallottunk, amit tudni vélünk, és értelemszerűen megadjuk a másik félnek minden esetben azt, hogy pontosítsa, cáfolja azt, amit mi állítunk, gondolunk, mondunk. Szerintem ez így korrekt.
Az itt elsősorban a baj, hogy a hozzáállásukkal most itt elsősorban maguk alatt vágják a fát. Én akármennyire is nem szimpatizálok Paprika Kingával, azért azt elmondhatom, hogy ez elég szomorú lenne, hogyha mondjuk ennek a csatornának befutcsolna, vagy valami. Tehát nem kellene ez az egészhez így hozzáállniuk, mert fordítva sülhet el ez a hozzáállásuk, hogy ennyire nem átláthatóak. Azért azt látom, hogy ez a Gulyás Márton, ez megpróbál azért tényleg mindent beleadni, hogy minőségi kontentet gyártson. Az most más dolog, hogy a videók produkciós színvonala, mondjuk effektek, vagy vágás, vagy egyebek terén mondjuk nem feltétlenül ér fel ahhoz, amit mondjuk az adott adásban elmondanak, de tehát én annól, amikor megalakult ez a Slime, amikor elindult a csatorna, én egy darabig követtem, és tényleg azt láttam, hogy nagyon fontos dolgokról van szó, amik megérdemlik, hogy nagy nyilvánossághoz eljussanak. Igen, figyelj, egyébként a videók mögött, tehát a Felesnek, meg a Gulyás Martonnak a videói mögött, abban tényleg van rendesen munka, tehát, hogy van tényanyag, mondjuk szerintem egyébként egy nagyon sajátos marxista, neomarxista nézőpontból rendezve, és azokat a tényeket folyamatosan figyelmen kívül hagyva, amik nem illeszkednek a nagy marxista világmagyarázatba, de az biztos, hogy olyan értelemben igényesek, hogy tényleg van mögöttük munka, meg intellektuális tartalom. Hogy mit gondol azokról az emberekről, akik Budapest utcáinak kínai delegáció látogatása alatt Kína, Tibettel kapcsolatos politikájáról úgy mondanak véleményt, hogy Tibet rászót engedtek, ahogy jön ezt 2008-ban tette a Kossuth téren? Van sajtószabadság, van szólásszabadság, van véleménynyilvánításnak a szabadsága Magyarországon, úgyhogy ez egy olyan dolog, ami szívük joga, hogy ezt megtegyék. A másik része pedig az, hogy természetesen az, hogyha egy ilyen országnak a egyes számú vezetője itt van, akkor ott vannak biztonsági kockázatok, vannak biztonsági igények, vannak biztonsági elvárások. A rendőrségnek kell mérlegelni, hogy ezt a két dolgot hogy tudja összeegyeztetni. Az ön kezébe senki sem tette ki a A rendőrségnek az a dolga, hogy mérlegelje a biztonsági kockázatot, meg a véleménynyilvánítás szabadságát, hogy ezt hogy tudja összeegyeztetni, és hogyha ebbe bárki problémát járt, akkor erre megvan a jogorvoslati lehetőség. Akkor beszéljünk egy kicsit a kínai delegáció érkezéséről, Budapest megszállásáról. A szabadfogásban volt a Robinak egy vicces megfejtése, amíg itt volt a kínai delegáció, addig nem a magyar törvények voltak hatályosak, hanem a pekingiek az országba, a magyar szuverenitás nagyobb dicsőségére és a magyar büszkeség mindannyiunk által való komoly megélésére. Ugyanis egy tiltakozó tibeti zászlót akart felemelni a kínai kommunista párt konvojának, vagy kommunista állam konvojának, és azt a tiltakozót ilyen brutális módon így földre vitték a rendőrök, elvezették a tibeti zászlót, megtaposták. Ugye semmifajta magyar jog szerint jogellenes magatartás nem történt, viszont hát a Budapesten tüntető úr megszegte a pekingi vagy kínai törvényeket, és hát a magyar rendőrség, amikor ebben a szituációban döntenie kellett, akkor azt mondta, hogy itt és most a pekingi büntető törvénykönyv a hatályos, és hát ez azért tényleg nagyon-nagyon aggályos. Egyébként így mindenki kormánybasztatásra használja ezt az ügyet. Ugye mutogatják azt a képet, amikor 2008-ban Balogh emberminiszter még tibeti zászlóval pózol, ugye most meg védi azt a rendőri fellépést, amelyik megtapossa és elvezeti a tibeti zászlót lebegtető embert, és mindenki ugye a kormányzat képmutatásáról értekezik, ami egyébként egy olyan narratíva, ami végül is rendben van, de azt gondolom, hogy nem az első számú narratíva, ami magyarázza ezt, ami történik, hanem itt valójában azt látjuk, annak a szelét érezzük, hogy az Egyesült Államok az,
az ma hiába gazdaságilag és katonailag a legerősebb ország a világon, ma már nem szuperhatalom, persze ez még változhat, de ma pillanatnyilag nem szuperhatalom. Egész egyszerűen Donald Trump megválasztásával egyfajta bezárkózási politikát választotta az amerikai közvélemény, másfelől meg az amerikai elitben, meg az amerikai társadalom olyan mély belső feszültségek, olyan mély ellentétek húzódnak, amik egész egyszerűen a republikánus pártot, a kormányzatot is tördelik, ami miatt hiába az óriási hadsereg, hiába az óriási gazdasági erő, egész egyszerűen az Amerikai Egyesült Államok nem képes szuperhatalomként működni, és Donald Trump-al még nagyon úgy tűnik, hogy az a fajta intellektus, meg bölcsesség, meg egyáltalán az a fajta koncepció is hiányzik, ami egy szuperhatalmat szuperhatalommá tehet. Tehát kicsit olyan a helyzet, ugye, mint amikor a Real Madrid 90-es években összevásárolt iszonyatos összegér galaktikusokat, és amikor volt egy jó edző, egy megfelelő edző, mint amilyen például biztosan Robi fel fog hördülni, mint amilyen mondjuk a George Dalbos volt, akinek volt egy erős koncepciója, jó, nem volt ő se egy intellektuálisan különösebben pallírozott elme, de a mögötte lévő neokonzervatív etosz az igenis így gondolt valamit a világról. És ennek megfelelően szuperhatalomként működött, háborúzott, gyilkolt az Egyesült Államok. Na most ez teljesen eltűnt. Tehát, hogy most ez nincsen, és ez a Real Madrid hiába áll 11 poszton 11 sztárjátékosból, nincs, aki összerakja, és ezt a csapatot, hogy megmondja, hogy ki fog védekezni, ki fog támadni, de még csak annyira sincsen edzőjük, hogy azt megmondja, hogy melyik kapura kell támadni. És akkor ugye ott van a másik kvázi szuperhatalom, ami soha nem volt szuperhatalom, az Európai Unió, aminek szintén meglenne a gazdasági ereje erre, de hát látjuk, hogy nagyjából hasonló vezetési válságot, vagy akár még súlyosabb vezetési válságot él meg az Európai Unió, amelyik egész egyszerűen nem tud közös külpolitikát, közös katonapolitikát, de akár még csak közös belpolitikát sem működtetni, olyan szinten megosztott ideológiai, meg nemzeti alapon. És ebbe a térbe törbe Kína, amelyik gazdaságilag gyengébb, bár most már nem olyan sokkal gyengébb, viszont egy elképesztően jól szervezett, elképesztően tudatos külpolitikát folytató, 10-20 évekbe gondolkodó bürokrácia vezeti, amelyikről el lehet mondani, hogy kommunista, de azért elsősorban technokrata, és másodszorban nacionalista, és csak harmadsorban, negyedsorban, ötödsorban kommunista, és ez a szuperhatalom egész egyszerűen így kikövetel magának bizonyos előjogokat. És én azt gondolom, hogy valójában az a helyzet, hogyha Kína szuperhatalmi pozíciója megerősödik, akkor mi vissza fogjuk sírni az Egyesült Államok által uralt világot, mert ez a Kína, ez sokkal keményebb, sokkal kegyetlenebb, sokkal céltudatosabb, amikor a saját céljairól vagy a saját értékeiről van szó, és igenis képes arra, hogy akár Közép-Európában a határaitól több ezer kilométerre megköveteljen bizonyos protokollokat a magyar rendőrségtől, és egész egyszerűen nincs értelme ezzel szembe menni, mert nincsen meg hozzá az erőnk, semmilyen értelemben. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok társadalma az meghasonlott a saját elitjével, azzal az amerikai establishmenttel, amelyik az országot vezette, főleg a demokratákkal, de én azt gondolom, hogy nem csak a demokratákkal, én azt gondolom, hogy a demokrata és republikánus elittel, úgy általában véve. És az az elit, amelyik 4 évenként azzal zsarolta Amerika népét, hogy szavazza kisebbik rosszra, mert itt lesz a nagy baj, a nagyon nagy baj, és akkor azt majd nem tudott kezelni. És ezt így nagyon sokszor beszopta Amerika, és nagyon sokszor a kisebbik rosszra szavazott. És hát most az történt tavaly ősszel, hogy így azt mondta, hogy így nem. Nem. Nem vagyok hajlandó többet a kisebbik rosszra szavazni, a nagyobbik rosszra szavazok, és abban a reményben,
Nem abban a reményben, hogy a nagyobbik rossz fogja vezetni Amerikát. Ez az ár, amit fizetni kell érte, és ezt az árat Amerika megfizeti. Azért, hogy az establishmentnek ez a korrupt, egymással folyamatosan üzletelő, az amerikai demokráciát teljesen elsekélyesítő és kiüresítő elit, ez végre megtisztuljon, vagy legalább móres tanulj, legalább 4 évre megtanulja, hogy kibillenthető a hatalomból. Most az történt, hogy ez az úgynevezett amerikai konzervatív párt, ami ugye a demokrata pártnak a jobb széléből, meg a republikánus pártnak a bal széléből, vagy fogalmazunk úgy, hogy mind a kettőnek a centrumából képződik, ez most kibillent a hatalomból. Tulajdonképpen már kapott egy pofont az Obama elnökké választásával. Most a Donald Trump elnökké választásával egy még nagyobb pofont kapott. Ez az establishment, ez elveszítette Amerika bizalmát. És ennek a jele a Donald Trumpnak az elnökké választása. Azt gondolom, hogy Donald Trump elnöksége az az ár, amit most Amerika megfizet. Ez be volt kalkulálva. Most 4 éven keresztül Amerika lélegeztetőgépen van. Tábornokok lélegeztetőgépen tartják. Most 4 éven keresztül Amerika elgondolkodik arról, hogy ki is ő. Mit is jelent, mi is ő a szabad világnak, mi is ő önmagának, mi ő a saját kontinensének, saját kontinensén lévő gyarmatainak, és mi ő a tengeren túli gyarmatainak. Amerikának újra ki kell találnia magát. És most ez a 4 év, ez nem arról fog szólni, hogy Amerika aktív, meg hogy Amerika a világban megmutatja önmagát. Ez a 4 év arról fog szólni, hogy Amerika a lélegeztetőgépen stabil. És aztán, hogyha eltelik ez a 4 év, amit már úgy gondolom, hogy az amerikai társadalom is nagyon vár, akkor újra lehet gombolni ezt a kabátot, és akkor talán helyre lehet állítani az Egyesült Államok nemzetközi helyét a világban, vagy az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyét. De hogy ezt ki fogja helyreállítani, hogy egyáltalán demokraták lesznek, vagy republikánusok, hogy a zuhanás után, vagy ezután az ájulásszerű sok után jön-e majd egy eszmélés, vagy folytatódik a delírium, ezt most még nem nagyon lehet látni szerintem. Amúgy valószínű, hogy én ezt nem látom át annyira, mint ti minden esetre. A lényeg, hogy én nem vonatkoztattam el ennyire, tehát én maradtam inkább Balogh Zoltánnak a személyénél. És az milyen dolog már, hogy lelkészként végzett is, tevékenykedett is, emellett pedig egy elvileg keményen keresztény párt tagja. Mégis az alapvető erkölcsi normákat és a krisztusi tanokat is maradéktalanul szembe köpi a viselkedésével. Ha van valaki, aki kiválóan megtestesíti azt a képet, ami az átlagember fejében van a politikusokat illetően, akkor az a Balogh Zoltán. Ahogyan az előbb bejátszott videóban is lehetett látni, csak hebegett, habogott, egy értelmes választ nem hagyta el a száját. De nyilván nem is csoda annak függvényében, vagyis annak fényében, hogy 2008-ban és 2012-ben mi történt. Mi is volt 2008-ban? Hát az, hogy nagy válszélességgel lengette a tibeti zászlót, érdekes módon pont akkor, amikor a kínai delegáció meglátogatta Gyurcsányt. Értelemszerűen ez csak egy Gyurcsány ellen tett politikai manőver volt az ő részéről, és nem arról van szó, hogy valóban érdekelte volna őt a tibetiek helyzete. 2012-ben viszont, mikor már az Orbán kormánya hatalmon volt, ugyanezen tevékenység miatt elvitték a rendőrök Hendreit, akit korábban 2008-ban is ott állt Balogh mellett a tibeti zászlót lengetve. Ez pedig ugye megismétlődött idén is, azzal a különbséggel, hogy ezúttal Balogh már kínai zászlót forgatott. És valójában itt arról van szó, hogy a Fidesznek most nagyon is érdeke, hogy Kínával jó kapcsolatot ápoljunk, és bármilyen nézet, ami a pártéval ellentétes, azt el kell taposni. Függetlenül attól, hogy ez mennyire helyén való, vagy mennyire meríti ki a szólásszabadság határait. Balogh pedig nem elvi erkölcsi alapon választ valamiféle irányt magának, hanem pusztán pénzügyi alapon. Most az érdeke éppen azt diktálják, hogy épp nyaljon be a kínaiaknak, és ezt igazából maradéktalanul meg is teszi. Azzal pedig, hogy azt mondta az interjúban, hogy van szólásszabadság,
valójában pont, hogy azt mondta ki, hogy nincsen szólásszabadság. És ezt már csak azért is mondom biztosra, mert pont azt az embert büntették meg 500 000 forintra, és vitették el a rendőrök, aki élni mert ezzel a jogával, az ítélet szerint viszont ő az, aki megsértette a szólásszabadságot. Kicsit sem ironikus azért. Tehát ez eléggé elkeserítő, mert úgy látszik, hogy Hendrey, aki valóban kampányolt a tibetiek mellett, és akit valóban érdekli a helyzetük, ő bűnhődik meg ezért. Ő konkrétan 1998-ban még létre is hozott egy olyan együttest, hogy tibeti együttérzők. Én úgy tudom, hogy a Hendreyt, amikor elvitték a legutóbb a rendőrök pont ugyanezért a cselekményért, utána ebből bírósági per lett, ahol a bíróság éppen azt állapította meg, hogy jogellenes volt a rendőrségnek a működése. Tehát konkrét bírósági ítélet van arról, hogy ezt nem tehetik meg a rendőrök, amit most ugye újólag megtettek. Tehát másrészt egyébként meg most ugye a Balogh, most milyen emberi minőség, nézzed, ha valaki politikus, valaki elvállalja 10 millió embernek a képviseletét, egy országnak a irányítását, az az igazság, hogy bizonyos luxusokról le kell mondania. Ez a luxus ez az, hogy ne Gyurcsány aktuális szerepétől, vagy a Gyurcsányhoz való aktuális viszonytól függjön a kínai zászlónak, meg a tibeti zászlónak a lobogtatása, vagy megtaposása. Tehát ez az a luxus, hogy múljon már Kínán és Tibeten az, hogy éppen lobogtatjuk-e a kínai zászlót, vagy megtapossuk-e a tibeti zászlót, vagy lobogtatjuk a tibeti zászlót, vagy megtapossuk a kínai zászlót. Ez ne azon múljon, hogy éppen Gyurcsány látja vendégül a pekingi küldöttséget, vagy Orbán Viktor látja vendégül. Én azt gondolom, hogy rengeteg érv van amellett, hogy a kínai zászlót lobogtassuk, és hogy a tibetit tapossuk. Még több érv van amellett, hogy a tibetit lobogtassuk és a kínait tapossuk. De ez ne azon múljon már, hogy éppen Gyurcsány a vendéglátó vagy Orbán Viktor. Itt ez a fő probléma szerintem, hogy itt a Kínának meg Tibetnek a szerepe itt a gyarmatokon teljesen jelentéktelen. Itt arról van szó, hogyha Gyurcsány látja vendégül a küldöttséget, akkor Balogh Zoltán kezében a tibeti zászló az felértékelődik. Hogyha Orbán látja vendégül a kínai küldöttséget, akkor Balogh Zoltán kezében a tibeti zászló az leértékelődik. Tehát van egy tőzsdei árfolyama a tibeti zászlónak, és a tibeti zászló meg a kínai zászló aktuális tőzsdei árfolyama Balogh Zoltánnál annak függvényében alakul, hogy éppen ki a vendéglátó, éppen ki az, aki a kínaiakkal smúzol. Ha a kínaiakkal olyas valaki smúzol, aki a mi politikai szándékainknak nem felel meg, akkor fúj Kína és hajrá Tibet. Ha megfordítva, akkor meg viszont. Na itt ez az igazi probléma. Én már annak is kurvára örülnék, hogyha a magyar kormánynak lenne egy saját viszonya Kínához, meg egy saját viszonya Tibethez. Hát láthatóan ez nincsen. Láthatóan 2008-ban még Tibet szabadsága volt a drága és az értékes Balogh Zoltánnak, most már Kína szuverenitása. Amikor luxusról beszéltem, akkor nem a rendőrségi fellépést védtem, mert az a rendőrségi fellépés az védhetetlen. De azt gondolni, hogy a ma a világpolitikában létezik olyan, hogy van egy viszony Kínához, meg van egy viszony Tibethez, az egy végtelenül nagy félreértés. Nincs ilyen. Tehát nem, mint ahogy nem lehet viszonyunk Tájvánhoz. Tehát egy egész egyszerűen nincs ilyen. Van egy Kína. Egy Kína van, és azt az egy Kínát el kell fogadnia mindenkinek. Hát a dalai lámát senki nem meri hivatalos látogatáson fogadni, mert ugye két dalai láma van, az egyik, amit a kínai kommunista párt választott, ő van ugye Tibetben, és a másik ugye az emigrációban élő rendes, legitim dalai láma, akit egész egyszerűen a világon nincsen olyan kormány, amelyik fogadni merne hivatalos látogatáson. Mert nem lehet, mert egész egyszerűen így az történik ilyenkor, hogyha meghúzod az oroszlán bajszát, akkor az oroszlán a teljes súlyával és a teljes erejével neked feszül. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember
úgy gondolja ebbe az országba, hogy, hogy amikor egy birodalom megszáll egy egyébként ilyen nagyon-nagyon békés teokráciát, mint amilyen Tibet volt, akkor nekünk, akik magunk is átéreztük, hogy milyen egy birodalom igája alatt élni, maximális szolidaritásba kezd. De egész egyszerűen nem engedheti meg a magyar kormányzat azt a luxus, hogy ezt a személyes élményt, ezt a személyes szempontot érvényesítse, mert egész egyszerűen nem, hogy 10 milliós Magyarországnak, de a nálunknál sokkal erősebb Németországnak vagy Franciaországnak sincsen meg hozzá az ereje, mert kegyetlen lenne a büntetés, amit a kínaiak bevasalnak rajtunk. De a magyar ellenzék megengedheti magának ugyanezt? Igen, az ellenzék megengedhet magának mindent. Én szerintem egyébként csak annyi a tévedése a magyar ellenzéknek, hogy ők azt gondolják, hogy ezek az ilyen külpolitikai járulások, ezek így bármit is számítanak, miközben hát lássuk azért jól, hogy az Orbánnak a megítélésébe, reputációjába mit jelentett például az, hogy beállt a Gyurcsány külpolitikába? Semmit. Mit jelentett az, hogy hozzájárult Románia uniós felvételéhez, anélkül, hogy Erdély megkapta volna az autonómiát? Semmit. Tehát, hogy most Tibet az tényleg annyit fog jelenteni, semennyit nem fog jelenteni. Tehát egész egyszerűen, hogy mondjam, hogy az ilyen hideg számító logika, amit, vagy realitás, amiről én beszéltem, azért a magyar társadalom döntő része pont azért, mert állandóan birodalmak között él, számára hát egy napi élmény is elfogadja. Magyarországnak nincsenek érdekei, vagy Magyarországnak nincsenek elvei, Magyarországnak csak folyton változó érdekei vannak. Hivatkozik erre a magyar kormány és András barátunk. De hát a helyzet az az, hogy a nagyhatalmak úgy érvelnek. A nagyhatalmaknak se lehetnek elveik, a nagyhatalmaknak is csak érdekeik lehetnek. A nagyhatalmaknak növekedési érdekeik vannak, a kisállamoknak meg megmaradási érdekeik vannak. A növekedési érdekek nem teszik lehetővé az elveket, a megmaradási érdekek még kevésbé teszik lehetővé az elveket. Ugye az elvek azok nyugdíjazva lettek. Én meg azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell az elveket nyugdíjazni, és az elveknek a megtartása és fenntartása az nem feltétlenül jelenti azt, hogy Kínával megszakadnak a nemzetközi kapcsolatok. Azt gondolom, hogy nem volt kötelező Balogh Zoltánnak 2008-ban tibeti zászlót lobogtatni, és nem volt kötelező 2017-ben a tibeti zászlót lobogtató személyt földre vinni, a tibeti zászlót megtaposni, és az illetőt bevinni. Egyáltalán nem volt kötelező. Egyik sem volt kötelező. Ha 2008-ban a Balogh Zoltán nem lobogtatja a tibeti zászlót, akkor is hatalomra kerültek volna 2010-ben, vélhetően kétharmaddal, vélhetően fülkeforradalmi körülmények között. Hogyha Balogh Zoltán 2017-ben nem lobogtatja a kínai zászlót, csak mondjuk megáll a cipőjének a sarkán, ha hagyták volna a hatóságok, hogy az a egy ember vagy három ember tibeti zászlót lobogtasson, és nem rugdosták volna le a földre, hanem egyszerűen csak tekintetbe vették volna azt, hogy ez a véleménynyilvánítás szabadságával együtt jár. Egy olyan országban, ahol mindezt az alkotmány biztosítja az állampolgárok számára, nem szakította volna meg Kína állam Magyarországgal a nemzetközi kapcsolatokat. Biztosítalak titeket, hogy Magyarország ugyanolyan diplomáciai státuszban lenne Kínával, mint ma. Ezek egyáltalán nem kötelező dolgok. Csak hát a szolgaság az kikönyököl Balogh Zoltán arcán. Ahogyan kikönyökölt 2008-ban, úgy kikönyökölt 2017-ben is. Jó, itt az egészben az a, amit elmondtál, most megint a kínai zászló megtaposás, vagyis a tibeti zászló megtaposásáról beszélsz, amit én is mondtam, hogy szerintem is elfogadhatatlan, meg valójában tényleg semennyire sem szükségszerű, de arról beszélni, hogy itt a hogy az elveket nyugdíjaztuk. De könyörgöm, hát ismerjük a világtörténelmet.
melyik az az korszak, amikor az elvek uralták a világot? Melyik az a csodálatos pillanat, ahova Robi visszaszeretné gravitálni a világtörténelmet, meg a nemzetközi politikát? Talán én egy ilyet tudok mondani, a vallásháborúknak az ideje. Mondjuk az se volt tisztán elvek, mert aztán a végén, ugye, a 30 éves háború végén, ugye, amikor a protestánsok mellett a katolikus francia birodalom avatkozik be, mert azt szolgálja a maga nemzeti érdekeit, államrezonját, tehát még az se egy tisztán ilyen világ, de hát igen, ismerjük az, amikor tisztán az elvek vezetik a világot, annak általában az a vége, vagyis akkor az volt a vége, hogy felégették a világot. Mikor máskor? De András, itt nem arról van szó, hogy minden az elvek mentén történjen, az amúgy is csak egy ideális világban lenne megoldható, de ne is végletekbe gondolkodjunk már, hogy vagy teljes elvtelenség, vagy pedig csak elvek, hanem próbáljuk minél jobban az elvekhez tartani magunkat, amennyire csak lehet. De nem tisztán az elvek. Nem arról van szó, hogy vezessenek minket tisztán az elvek. Ne vezessen minket tisztán az elvtelenség. Ne vezessen minket tisztán a pszichopátiás spekuláció és a tanult szolgaság. Pusztán csak ennyi. Nem arról van szó, minket a tiszta elvek. Arról van, és ezt egy olyan esetben kéred számon, és ezt egy olyan esetben kéred számon a magyar kormányon, egy olyan esetben, ahol precedens nem tudsz mondani a világban, ahol egy állam beleállt volna a Tibet kérdésben, vagy akár a Tájván kérdésben. Senki nem várja el Balogh Zoltántól, hogy álljon bele a Tibet kérdésbe. Senki nem várja el a magyar kormánytól, hogy követelje ki Kínától Tibet szabadságát. Csak annyit szeretnék, hogyha a tibeti zászlót Budapesten civilek lobogtathatnák, függetlenül attól, hogy a magyar kormány álláspontja az világos Tibet kérdésében, ez Kína belügye. Értettük, elmondta Balogh Zoltán, elmondta Orbán Viktor, nem kérjük rajtuk számon, csak annyit szeretnénk, hogyha civil, magyar emberek ebben az országban még lobogtathatnának ettől tibeti zászlót. Ugye értjük, hogy ez nem jelenti azt, hogy a magyar kormány a szembe helyezkedik Kína politikájával, nem jelenti azt, hogy Magyarország megsérti Kína állam szuverenitását. Ugye értjük? Én nem az elveket kérem számon, hanem az elvtelenséget, az elvek teljes hiányát kérem számon. Nem tudom, hogy érted-e. Nem, de én nem értem, mert amin vitatkozunk, ugye az két részre lehet bontani. Az egyik az, hogy helyes volt-e ennek a figurának az elvezetése. Mint kiderült, hogy már megtörtént ez, a bíróság lépett is. Szerintem is vállalhatatlan dolog. Én nem gondolom, hogy ez vita volt. A másik kérdés meg az, hogy vajon Magyarország kormányától el lehet-e várni, hogy amikor 2008-ban a miniszter tibeti zászlót lobogtatott, akkor el lehet-e várni, hogy ugyanez a miniszter 2017-ben is megtegye ezt. És nem, de azt, hogy az a miniszter, amely 2017-ben nem lobogtat tibeti zászlót, viszont kínait lobogtat, attól elvárható, hogy 2008-ban ne lobogtasson tibeti zászlót. Hát én talán érthető vagyok. Világos, hát magyarán elvárjuk, hogy legyen minimum egy időgépe a Balogh Zoltánnak. Ne időgépe legyen. Elvárom, hogy ne az ellenzéki vagy kormánypárti státusza határozza meg azt, hogy mit gondol Kína és Tibet viszonyáról. De könyörgöm, te azt várod el, hogy egy ember ugyanazt gondolja 9 év után egy teljesen más pozícióban, egy teljesen más világpolitikai környezetben, mint amit gondolt 2008-ban. Ő ezt nyalja, nem gondolja. Az nem ugyanaz. Ne tévesszük össze a gondolást. Ja, szerintem menjünk tovább. A következő témánk az egy szocialista képviselőnő parlamenti felszólalásából egyetlen mondat. Az a hímnemű lény, aki bántja a gyengébbet, nem nevezhető férfinak, hanem féregnek, a férget pedig el szoktuk taposni. Ezt Bangóné Borbély Ildikó fogalmazta meg a parlamentben pár nappal ezelőtt.
ugye érezzük, hogy ilyen tipikus göbbelszi beszéd. Azért milyen érdekes már, hogy ezzel a kijelentésével egyből kizárja a nőket, mintha ők nem követnének el erőszakot, vagy nem tudnának bántalmazni valakit. Mennyire szexista kijelentés ez? Ja, abszolút, abszolút. Abszolút. Egyébként ebből a mondatból számomra elsősorban az érződik, hogy ez a szocialista párt, ez egy uramisten, de mennyire téma nélküli valami. Tehát, hogy tényleg nincs mit mondaniuk a választóknak, nincs mit mondaniuk a világnak, itt van, mit tudom én, fél év a parlamenti választásokig, és így nem lehet elmondani, hogy miért kerüljünk miben, hiszen az elmúlt 8 évben sok mindent nem csináltunk a parlamenten, valójában így a világról nagyon-nagyon kevés dolgot gondolunk, de amit gondolunk, hát az se találkozik választók széles táborának az egyetértésével, és egész egyszerűen így Bangulé így látja ezt az ilyen elemi erejű gender forradalmat, ami történik a világba, és így rácsavarodik, és mint hát minden neofita, ő is így mindjárt így a, hogy mondjam, a 10-es skálán, úgy 9-es környékén kezdi a gendernek a megvallását. Tehát, hogy ez az egész ilyen brutális, brutális nyelvezet, amit hogyha gondoljunk abba bele, hogyha ezt mondjuk Bayer Zsolt írja le, mondjuk cigányok kapcsán, és azt írná a Bayer Zsolt, hogy az a lény, vagy az a cigány, aki bántja az időseket, az nem nevezhető embernek, hanem féregnek, a férget pedig el szoktuk taposni. Ha ezt leírná Bayer Zsolt, szerintem a demokratikus ellenzéknek a segélykérő tüzei azok Brüsszelig meg Washingtonig világítanának. Tehát, hogy abban a pillanatban itt már tényleg így megint fasizmus lenne ebbe az országban, miközben hát pontosan tudjuk, hogy Bayer Zsolt az ilyen tudatosan ír ilyeneket. Bangóné Borbé Ildikó viszont ezt elmondja, és teljes csönd. Teljes csönd. Hát ilyen teljes érdektelenség, pedig legalább ennek a más nem, de szórakoztatóipari értéke van, hát basszus, hát mikor beszél így egy nő a parlamentben, most komolyan? Egyébként az MSZP részéről már csak ezt a kínos vakaródzást, ezt a kínos feszengést látom, hogy már mindent megpróbálnak elkövetni, hogy próbáljanak relevánsak maradni, de már senkit se érdekelnek. Tehát ez is egy elkeseredett próbálkozás volt, megpróbált valahogy uszítani, hogy hát ha esetleg ezzel szavazatokat szerez magának a párt, mert ugye annak idején azért ne felejtsük el, hogy a legtöbbször ennek köszönhették azt, hogy nyertek. Tehát mindig uszítottak a Fidesz ellen, így próbálták megnyerni a választásokat. Én azt érzékelem, hogy mekkora élmény a civilizációs máz leomlása, vagy lemállása. Mekkora élmény az, amikor egy ilyen sötét Bayer Zsolti göbbelszi beszédbe lehet visszazuhanni, vagy visszagravitálni. Annak ellenére, vagy talán éppen amiatt, hogy 20-25 éve folyamatosan riogatunk ezzel a beszéddel, és folyamatosan rekesztünk ki mindenkit a naprendszerből, meg a tejútrendszerből, aki ilyen beszédre vetemedik. Aki férgekhez, meg patkányokhoz, meg csúszómászókhoz hasonlít emberi lényeket, ugye ez a Bayer Zsolti beszéd. Ez a Goebbelstől tanult retorika. És ez az, ami nem volt megengedve a baloldal pártjainak. Ez nem volt megengedve a demokratikus ellenzéknek, ugye? Hogy így beszéljen emberi lényekről. Férgekről. Akiket el kell taposni. Ugye? És most mekkora élmény? Mekkora élmény ennek az MSZP-s képviselőnőnek, hogy ez most lehet? Hogy újra lehet? Hogy ez meg van engedve? Ugyanakkor a élmény, amekkora a magyar rendőröknek embereket a földre vinni. Vagy amekkora a magyar rendőröknek megkülönböztető jelzés nélkül emberi szemeket kilőni. Ez egy olyan élmény, ami még benne van a magyarok csontvelejében. Nem volt az olyan régen az a Kádár rendszer, amikor még önfeledten lehetett gyűlölni. Amikor még önfeledten lehetett patkányozni, férgezni, azokat, akikkel szemben ez meg volt engedve.
És most megint itt van egy csoport, akikkel szemben ez meg van engedve. Egyébként Bangóné kijelentésével kapcsolatban még egyetlen gondolat, hogy így ugye Bangóné az egy ilyen teljesen új hullámú, friss feminista, ezért ez a Bangóné Borbély Ildikó, ugye Bangó tulajdona Borbély Ildikó a becsületes neve. Ezt azért szerintem így lehet, hogy már a következő választásra orvosolni fogja, és erről az egészről, hogy egy Bangóné Borbély Ildikó ilyen módon úszít a férfiak ellen, így az a vicc jut eszembe, hogy Obama megválasztása után Texasban egy öreg farmerhez oda megy egy forgatócsoport, hogy hát bátya, hogy büszke arra, hogy az Egyesült Államoknak néger, vagy fekete az elnöke. Erre így azt mondja a farmer, hogy hát én büszke vagyok, de hát milyen büszke lehet a gazdája. És igazából így az ennek a visznek a megfejtése a mostani szituációra, hogy én kicsit szégyellem magam, de hát mennyire szégyelheti magát Borbély Ildikó gazdája. Másrésztről meg mindig azért legyenek humánus szempontjaink is, amikor egy ilyen szituációt vizsgálunk, azért azt is látni kell, hogy ezek mögött, az indulatok mögött egyrészt tényleg valóságos bűncselekmények vannak. Tényleg sok nő, sok ember, sok gyerek szenved a családon belüli erőszaktól. És azok az adatok, azok a statisztikák, amiket a gender mozgalom folyamatosan lobogtat, az tényleg olyan képzetet kelt nagyon sok emberbe, lehet, hogy Bangóné Borbély Ildikóba is, hogy mintha ez egy egyirányú utca lenne, és itt tényleg arról lenne szó, hogy a férfiak brutálisan verik a nőket. Miközben hát csak két adatot mondjak, a családon belüli erőszak halálos áldozatainak 35% a férfi. Tehát igaz az, amikor ők azt mondják, hogy minden héten meghal egy nő családon belüli erőszakban, de hozzá kéne minden esetben tenni, hogy minden két hétben meghal egy férfi is. Tehát ez nem férfi és nő ügy. Illetve el szokták mondani, hogy 95%-a az eseteknek arról szól, hogy férfi bántalmaz nőt, ugye ez nem csak a halálos kimenetelűeknek, hanem azoknak, amik súlyos testi sértéssel végződik, vagy leginkább rendőrségi feljelentéssel, ami egyébként maga a 95% sem igaz, mert 91% a hivatalos rendőrségi statisztikák szerint Magyarországon. Nyugat-Európában, ahol kevésbé tabusított a férfiak bántalmazása, ott ennél magasabb százalékokat látunk. Csak egész egyszerűen nagyon nehéz erről beszélni, mert a férfiak, a nők is nehezen mennek rendőrségre, hogyha családon belüli erőszakról van szó, szégyenérzet miatt nincs bizalom ugye a rendőrségben, de hatványozottan igaz ez a férfiakra, ahol a szégyenérzet még erősebb, a rendőrség még kevésbé elfogadó egy férfi áldozattal szembe, harmadrészről meg egy nagyon tipikus férfi áldozati szerep, az idős már önmagáról gondoskodni nem megfelelően tudó bántalmazott férfi. A nyugat-európai statisztikákból azt látjuk, hogy azért akár a súlyos bántalmazásokból, hogyha levonjuk a következtetéseket, akár más típusú tendenciákból, hogy a családon belüli bántalmazásnak 30-40%-a bizonyosan a férfiakat érinti, úgy, hogy még akkor nem is beszéltünk a verbálisban, tehát ez mind a fizikai bántalmazás, nem beszéltünk a verbális részéről. Tehát itt valójában van egy olyan közhangulat, aminek talán Bangóné is felült, ami úgy tesz, mint hogyha ez egy nemek közötti háborúnak a
csatája lenne, miközben nem a nemek között van háború, hanem az alkoholizmussal, a butasággal, az erőszakkal, az agresszivitással, a rossz párkapcsolati megküzdésekkel van háború, vagy legalábbis az kéne, hogy ezzel szemben legyen háború, és nem a férfiakkal.